tisztelt keresztállító testvérek! Keresztényi szeretettel köszöntelek benneteket advent első vasárnapján, Jézus Krisztus születését megelőző negyedik vasárnapon. A Mi Hazánk mozgalom minden évben kettős keresztet állít a nyugati téren, fővárosunk szívében. A Facebook letilthat, az önkormányzat betilthat, de vallásunk gyakorlásában és kultúránk ápolásában nem akadályozhatnak meg. 1945 után az ördögi ateista vörös veszedelem korlátozta az egyház működését, de elképesztő, hogy sokan még ma is rossz szemmel nézik, a kettős keresztet állítunk Szent István királyunk óta keresztény gyökereken felépülő hazánkban. Na mit is várhatnánk itt Budapesten, ahol elsők között fertőzi a nyugat mocska a magyar lelkeket. A 90-es évek szabadsága az életellenes ideológiák szabad áramlását is elhozta. A kommunizmust az a liberalizmus váltotta, mely Isten helyébe az embert, az egyént helyezte. Európa szerte állami szinten utasítják el a természet törvényeit, és üldözik azon keresztényeket, akik a hagyományos értékrendet képviselik. Üldözik azokat, akik a házasságra egy férfi és egy nő Isten előtt tett esküjeként tekintenek, mely örök életre szóló szövetséget jelent. Üldözik azokat, akik szerint a családot egy apa és egy anya, valamint egymás iránt érzett szeretetük kiteljesedéseként született gyermekeik egysége alkotja. És mi történik Magyarországon? Ahogy a Rákosi és Kádár idején történt, ahogy korlátozta a pártállam a felekezetek működését, épp úgy irányítja Orbán pártállama a vallási vezetőket. Annyi különbséggel, hogy még előbbi ellenségévé tette, utóbbi az egyik legnagyobb szövetségesévé. Több templomban a mise keretén belül buzdítják a hívőket, hogy támogassák a Fideszt, és egyházi elöljárók tiltják meg papjaiknak, hogy a Fideszen kívül más párt rendezvényén szolgálatot teljesítsenek. Ez az oka, hogy a mai rendezvényünkön katolikus pap nem tudja megáldani a felállított keresztünket. Hiszem az Istent, és így hiszem a hierarchikus rendet, melyen alapszik a katolikus egyház működése, de Isten szolgálatát nem tilthatja meg senki. Tudom, hogy a hétköznapi ember életét is átjárja a keresztény ellenesség, elveszíthetjük munkahelyünket akár, a identitásfosztott világunkban hangoztatjuk nézeteinket, és ezért sokan választják a némaságot. Nem hibáztatom őket. Mert édesapaként tudom, hogy a család, így gyermekeink számára az anyagi biztonságot nem veszélyeztethetjük. Mégis ismételten hangoztatnám már többször említett gondolatomat, miszerint egy keresztény embernek nem az a feladata, hogy megfeleljen az életellenes ideológiáknak. Egyedül Istent kell szolgálnunk, egyedül Istennek kell megfelelnünk. Mindszent József bíborost, Magyarország utolsó herceprímását megkínozták, bebörtönözték, tehettek vele bármit, de hite mellett mindvégig kitartott. Az ő példája adjon bátorságot és erőt minden hívőnek és minden papnak, hogy visszataláljanak a rögös, de egyetlen helyes útra. A Mi Hazánk mozgalom keresztény párt, mely tisztel minden vallást, amennyiben ez a tisztelet kölcsönösen fennáll és az adott vallás híve elfogadja, hogy Magyarország egy keresztény alapokra épült ország. Országházunk a nemzet temploma, melynek garantálnia kellene, hogy a Szent Koronát tisztelő keresztény politikusok hozzák törvényeinket, és nem olyan csupán megkereszteltek, akik ugyan ott bent ülnek, de voltak éppen nemzetünk ellenségeik. Hiszünk a feltámadásban, és hisszük, hogy a feltámadáshoz vezető út egyik állomása, hogy Magyarország ne a kereszteltek, hanem a keresztények országa legyen. Isten dicsőségéért vívjuk politikai és kulturális harcunkat. Küzdelmünkben, aki mellénk áll, Isten mellé áll. És ha Isten velünk, ki ellenünk? Fel a győzelemre, keresztény Magyarországért, éljen Krisztus király!